A Crimson szervert elég nagy elvárásokkal kezdtem el tesztelni, mert már majdnem évelei óta húzódik a nyitása, és a szerver számomra nem hozza azt a színvonalat, amiért megindokolható lenne a hosszú fejlesztési idő. Az egész Cataclysmből a Worgen faj az, amivel szívesen játszok, de ezen a szerveren majdnem, hogy lehetetlen használni ezt a fajt. A kezdő helyen lehet látni, hogy mennyire összecsapott, és csak úgy hemzsög a bugoktól. Igaz, hogy a Cataclysm szerverek még gyerekcipőben járnak, de azért ez a sok bug és az összecsapottság kicsit sok számomra. Hogy ne kelljen csak a negatívumokról beszélnem, a szerver a 4.0.6-os patchre épül, instan 85-ös szinthatárral, kezdőszettekkel és igazán rendes GM csapattal. A többi fajt is rendesen teszteltem, például a Blood Elfeket, ott is rengeteg buggal találkoztam, de közel sem annyival, mint a Worgenek esetében. A szerverre minden probléma nélkül fel lehet menni, és lagmentes. Összességében a hosszú fejlesztési idő nem tükrözi a szervert. De remélem kijavítják mi hamarabb a bugok nagy részét. A szerverre összességében 7 pontot adok, ez tükrözi a kezdőhelyek felszereltségét és a játékélményt is.